Jó napot kívánok! Köszöntök minden kedves hallgatónkat! Karácsony Mihály vagyok, a Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke, és a szokásos kedd délelőtti Nyugdíjas Parlamenttel összefüggő beszélgetésnek lehetnek önök most fültanúi. Köszöntöm vendégünket, professzor Petrányi Győző urat, aki örömmel elfogadta a meghívásunkat, és arról beszéltünk előzetesen, hogy az elmúlt hónapban az Országház Felsőházi Termében tartottunk egy rendezvényt, az Országos Nyugdíjas Parlamentet, és professzor úr ott egy nagy sikerű előadást tartott az idősek egészségügyi problémáiról, megelőzéséről és a veszélyek elkerüléséről, és azt gondoltam, hogy ne maradjon ez az országház falain belül ezek a gondolatok, ezért megkértem professzor urat, hogy jöjjön el közénk, és beszélgessünk egy kicsit, hogy szélesebb körben is megismerhessék. Tehát tisztelettel köszöntöm professzor urat. Úgy gondolom, hogy úgy struktúráljuk a rendelkezésünkre időt, hogy egy 5-10 percben megismerkedünk professzor úrral egy kicsit mélyebben, életéről, életútjáról, és hát a, nem tagadva, hogy beszéljünk azokról a gyönyörű elismerésekről, amelyeket ő eddig begyűjtött, és a tudásának visszaigazolásáról szolgált, ezt körülbelül 10 percben, utána egy 10-15 percben az idősödés természetéről, rizikófaktorairól beszélgetnénk, akkor tartanánk egy pár perc szünetet, hogy mindenki kicsit ki tudjon nyújtozni, megígyon egy korty üdítőt, és utána a megelőzésről, a mozgás, a táplálkozás, a társas kapcsolatok, a szellemi frissességről beszélnénk, és 11 óra előtt nem sokkal rátérnénk azokra a veszélyekre, amelyeket szeretnénk, hogyha önök elkerülnék azokat a kuruzslókat vagy csalókat. Úgyhogy kezdenénk is a beszélgetést. Tisztelt professzor úr, úgy tudom, hogy Szegeden születtél, és ott kezdted el az egyetemi éveidet is. Mesélnél egy kicsit erről, hogy hogyan, milyen családból születtél, ki milyen indítatást vezetett az orvostudományok felé? Elsősorban tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és a meghívást is köszönöm, mert nagyon megtisztelőnek vettem, hogy éppen ebben a rádióban és a parlamentben részt vehettem egy olyan fontos mozgalmon, ha azt mondhatom, amely egészségügy vonatkozásban, az idősödés vonatkozásban élenjáró és nagyon jó hatással rendelkezik. Hát annyit a gyermekkoromról, hogy apám az orvos volt és vidéket járta, Pécs, Szeged, Budapest, és hát én éppen akkor születtem, amikor ő Szegeden volt. Középiskolákat, azokat a Ciszterci gimnáziumban végeztem, na, cserkész voltam természetesen, és az egyetemre való felvételemet az orvosira kértem, de hát mivel apám az hát eléggé politikailag megbélyegzett volt, nem vettek fel az egyetemre, úgyhogy egy évet, akkor másfél évet a Természettudományi Múzeumban dolgoztam, mint preparátor. Hát ez nagyon jó volt, mert ugye az élő lényekkel, állatokkal olyan kapcsolatba kerültem. De azután a felvételi mégiscsak sikerült, egy szerencse folytán, és így Szegeden kezdtem el az orvosi hivatásnak a tanulását, és a végén itt diplomáztam Budapesten. De hát az elhelyezkedés megint nehéz volt. Még a diplomához annyit tegyünk hozzá, nyilván én örömmel olvastam, hogy summa cum laude, azaz hát, kiválóan végezted az egyetemet, tehát ezt is érdemes megjegyezni. Hát igyekezett az ember akkor, tehát, és nem tudtunk elhelyezkedni Budapesten, úgyhogy például csak egy lehetőség volt Miskolcon, belgyógyászaton, körzeti orvosi állást vállalni, hát ott kezdtem én 4 évet, de annyit hagy említjek meg erről az 4 évről, hogy 2 évet körzeti orvosként dolgoztam,
méghozzá Fonyközségben, amelyik ugye egy nagyon elhanyagolt község volt, iszonyatosan elszegényedett emberek voltak ott, úgyhogy ott megismertem a teljes nyomorban élő, kilátástalan embereknek a sorsát, amelyik rám aztán így borzasztó nagy benyomást keltett végig, és hát ugye az maradt bennem, hogy amíg élek, addig segítenem kell pont azokon az embereken, akik ugye ilyen környezetben kell, hogy éljenek. A villany még nem volt akkor bevezetve, úgyhogy ez is nehezítette. Hát ennyit erről. Ezt köszönöm szépen. Aztán ezen országismeret után az Országos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézethez kerültél. Ott végigjártad a ranglétre minden pokát, kezdted munkatársként, osztályvezetőként, és aztán főosztályvezetői beosztásig jutottál. Tudom, hogy tanultál Stockholmban is, és Bostonban is, a Harvardon. Ezekhez az egyetemekhez hogy kerültél? Hogy jutott eszedbe, hogy arra felé is körülnézél, és ott is szerezél tudást? Hát a Országos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézet, mert ugye ez volt az eredeti neve, oda mint kutató kerültem, mint immunológus kutató, hiszen a besugárzásnak a szervezetre való hatásait vizsgáltuk akkor, ami egy nagyon aktuális téma volt, és ezen vizsgálatok közben az immunrendszerrel, annak a védelmével és a különböző tünetekkel ugye kezdtük foglalkozni, nem is szólva arról, hogy azok a daganat gyógyászatra felhasznált és bevezetett magyar kemoterápiás gyógyszereknek az immunológiai hatását kellett nézni, hogy a megfelelő dozírozást ugye tudják végezni, és ezek között a kutatások között merült az föl, hogy jó lenne kimennem külföldönre megtanulni, mert hiszen ott sokkal előrébb vannak ezekben a témákban és tevékenységekben. Na, így kerültem ki először Karolinska Intézethez, Klein Georgehoz, tehát Klein Györgyhöz, aki ugye egy magyar kutató volt, nagyon híres daganatkutató feleségével együtt. Ott rengeteget tanultam, tehát többek között azt, hogy a vita, a megfelelő találmányok vagy megfigyeléseknél a legfontosabb, ami előre visz. Ő olyan volt, hogy nem fogadott el olyan munkatársat, aki nem kritizálta az ő véleményét. Direkt kifacsart mindenkiből. Hát a világ legjobb kutatói jöttek oda, direkt azért, hogy elmondják legújabb felismeréseiket, és megkapják a kellő kritikát hozzá. Na, ez belém aztán nagyon belém vésődött, mert hát végig a kutatások során ugye erre nagyon kellett vigyázni munkatársaimmal együtt, de így azután az intézetbe, miután ott egy immunológiai osztály alakult, annak lettem a vezetője, és az végül kiterjedésedett a szervátültetéssel kapcsolatos immunológiai vizsgálatokkal. Részben a gyógyszerek hatásvizsgálatával, részben pedig, hogy mit károsít az immunrendszer, és hogy lehet azt gyakorlatilag segíteni. És hát, ha kérdezed ezzel kapcsolatban, először főigazgató helyettes voltam, azután igazgató, főigazgató lettem. Az egész intézetet sikerült átszervezni. Ennek a szervátültetésnek, csontvelő átültetéssel kapcsolatos immunológiai feladatok ellátására, olyannyira, hogy Európa egyik legeredményesebb és legnagyobb intézménye lett ilyen formában, és talán még azt említeném meg, hogy ebben az időben ugye a vesetranszplantáció indult meg, csontvelő transzplantáció indult meg, ami immunológia nélkül nem létezett. Úgyhogy ezekkel a kollégákkal, Perner Ferenccel, sebésszel teljesen együtt vált-válnak vetve küzdöttünk, és sikerült minden nehézség ellenére, pedig hát ugye akkor az egészségügy nagyon fonák volt ugye a 70-es, 80-as időkben, sikerült az egész országos vesetranszplantációs programot
kialakítani módszertanításról, kadáverdonor szerveket beszerezni, stb. Tehát mondjuk ez volt az, és a csontvelőnél is. Igen, hát ez a csodás életút nem maradt visszhangtalanul, és a lexikon alapján megismerhetően 1983-ban állami díjba részesültél, 2009-ben Széchenyi díjas kitüntetést kaptál, és 2013-ban Magyar Érdemrend középkeresztjével ismerték el a tudásodat, miközben hát akadémia előbb levelező, majd rendes tagja is lettél. Erről két mondatot, hogy hogyan fogadtak az akadémikus társaid, hogy egy ilyen nagyon komoly életút után hogyan fogadtak be az akadémiába? Igen. Az első, ami pozitív volt, hogy ezekben a kutatási években is, amikor az akadémiára kerültem, akkor az immunreaktivitás genetikai hátterét vizsgáltam. Ugye ez nagyon fontos téma volt ilyen szempontból. A későbbiekben pedig hát az egész szervszövettranszplantációval és az immungenetikával kapcsolatos kutatások miatt kaptam ezeket a díjakat is, egyértelműen, főleg az, hogy meg tudtuk szervezni az országba ezt a kérdést. Úgyhogy most is az akadémiában a kellő megbecsülésben részesülök, és ez azt is jelenti, hogy van egy olyan bizottság az orvosi osztálynak, hogy környezet és egészségügy. Tehát az egészségügy az már benne van a szívügybe, de a környezet az jött hozzá bennem, mint egy új tematika, ami a kettő összefüggése. Tehát a környezet milyen formában befolyásolhatja az egészségügyi állapotokat. És ez a program nagyon jól megy, hála Istennek. Ez csodálatos életút, és azt hiszem, hogy az emberiség javára és egészségére fejtett energiádat ma is nagy dinamizmussal, és mind ahogy elmondod, ma is aktív vagy. A rádióhallgatóknak azért el kell mondani, hogy professzor úr jó példája annak, hogy igenis időskorra is meg lehet őrizni a frissességet, szellemi, fizikai frissességét, mert hát professzor úr ugye 33-ban született, az azt jelenti, hogy hát már régóta nyugdíjas, és mégis ilyen jó energiába és jó egészségbe örvend, és kívánom, hogy ez még sokáig így legyen. No, hát térjünk rá akkor a mai beszélgetésünk témájára, hogy egyáltalán milyen az európai viszonylatban, de akárcsak Magyarországon is, a magyarok átlagos életpálya, életkora, milyen adatokkal tudjuk azt bizonyítani, hogy hát itt azért nagy változások vannak. Én azt hiszem, köszönöm ezt a kérdést, mert ez a legfontosabb. Ugyanis, ha nem látjuk, hogy milyen környezetben élünk, és annak milyen hatása van az életkilátásokra, magára, az életkorra, akkor nem tudjuk megítélni azt, hogy mennyit kell tennünk. És azt kell mondanom, hogy Európában szinte a legrosszabbak vagyunk. Tehát, ha itt azt nézem, hogy a átlagos életkor milyen, akkor Magyarországon 76,2 év, tehát ez azt jelenti, hogy férfiak, nők is körülbelül ennyi ideig élnek, a nők valamivel hosszabbak, 80 körül, a férfiak valamivel kevesebbek. No, ennek az életkornak az összehasonlítása során azt nézzük, hogy mennyi az európai átlag, akkor az 80 év, és a szomszéd Ausztriában lévő az is, az 81 év, tehát ha megnézzük, 5-6 évvel hosszabb időt tudnak életben tölteni a szomszéd országban lévők, ugyanilyen természet és egyéb környezetek között. Nálunk már csak a bulgárok és a románok rosszabbak, ahol hát nem 76, hanem 75 év a átlagos életkor. Na most még egy nagyon fontos paraméter van, az, hogyha azt nézzük, hogy 65 év után, tehát mondjuk tekintsük ezt a nyugdíjas életkor mondjuk egyik határ mérföldkövének, akkor mennyi év életkilátása
lehet még egy embernek Magyarországon, más országokban, stb. Hát már az előbbiekből következik az, hogy hát bizony Magyarország itt szintén a legutolsó helyen van, ami azt jelenti, hogy 60 év után a Magyarországban 65 év felettiek életkilátásai az körülbelül 10-15 év, hát ez körülbelül megfelel annak ugye a 80 vagy 76 életkornak. Szemben mondjuk Svédországba, ahol ez az életkilátás, ez nem 15, hanem 30 év. Tehát ez egy iszonyatos nagy időszak, de Ausztria is 5-10 évvel hosszabb ezen. De hogyha maradunk Magyarországon is, akkor ismerem a életutatból adódóan is, meg a publikációdból is, hogy azért Magyarországon belül is nagyok a differenciák, akár település szerkezetekbe, akár pedig hát a népcsoportok között is. Erről esetleg mondanál, hogy ez az átlag szám, amit említettél, ez azért elfedi azt a szomorú tényt, hogy bizonyos népek, népcsoportok, bizonyos területeken ennél rosszabbak a kilátások. Igen. Ugye erről keveset beszélnek, és bár a sajtóban stb. Nem hallunk, hogy az életkilátásokban és az életkorban nagy regionális különbségek vannak. Tehát ha úgy veszük, hogy mondjuk átlagban 80 év lenne az átlagos életkor, akkor a Borsod megyébe, Hajdú-Biharba, tehát ott, ahol elszegényedett emberek érnek, ott 5-10 évvel rövidebb az életkor, tehát tudom én, 76 a budapesti lakosságban, és 64 a miskolciakban, vagy pedig a debreceniekben. Hát itt az életkilátások azok, meg az egész környezet, az egészségügyi helyzet, és a hátrányos helyzetűeknek a körülményei azok. Na most ezen belül még, ha nem is belül, hanem ide tartozik az, hogy ez a várható életkorban is ketté lehet bontani, ugye miről az előbb beszéltünk. Van egy olyan rész, hogy azok élnek bizonyos idejék, amelyek korlátolt egészségügyi állapotban vannak, és nagyon kevés volt az, aki egészségesen tudja megélni ezt a hosszú életet. Most Magyarországon a többséget, annak ellenére, hogy ez egy alacsony szám, a egészségügyileg károsodottak adják. De most, ha visszatérünk a regionális helyzetre, akkor itt más kutatások bebizonyították, hogy többek között a roma populációban egyszerűen síralmas az ő egészségi állapotuk. A kardiális betegségek, amelyek ugye Magyarországon 50%-ot képviselnek a százalékban a halál esetek közül, az náluk 70%. A daganatos megbetegedések az ugye a következő, az átlagban 25%, ez náluk fölmegy 60%-ra, és akkor így tovább cukorbetegségek, stb. Hát a tüdőbetegségek, daganatok, stb. Na most ezt látva, higiénés körülmények, ugye fertőzések sokkal nagyobb halálozási okokat okoznak a roma lakosságban. Na most az akadémián is, meg hát általában szociális szférákban, ha ezt tudjuk, és nem teszünk semmit annak érdekében, hogy az országnak a életkor fája az jobbá alakuljon, hát azt én bűnnek nevezném, és minden ugye elvesztett év vagy idő az ember életeknek a hátrányát okozza, itt az iskolázottság is. Nagyon fontos, amit professzor úr most mondasz, ezt jó lenne, hogyha ez valóban a rádió keretén kívül is a kutatóknál, illetve a nyugdíjrendszerrel foglalkozók is figyelembe vennék, mert hogy vannak olyan közgazdászok, akik arra tesznek javaslatot, hogy emeljük
a nyugdíjba vonulás korhatárát, miközben éppen a te elmondataidból is látszik, hogy sajnos sokan vannak, akik ezt a 65 évet se tudják megélni, főleg a szociálisan hátrányos helyzetűen, vagy elmaradott a településeken lévőknél, tehát, hogy ne nagyon gondolkodjanak abba, hogy élet, vagy a nyugdíjba vonulás életkorát emelni, mert így is vannak sajnos olyanok, akik még ezt se tudják elírni, sőt, amire te is ráirányítod a figyelmet, hogy igazából a fókusz az egészségben eltöltött éveket kellene figyelembe venni, ott pedig, hát úgy láttam a írásaidba, hogy 62 és 61 között van férfiak és nők esetében, akik egészségben el tudják ezt tölteni, mert onnan lehet, és kívánom is, hogy még sokáig éljenek, de az már nagyon sok lemondással, kínnal, szenvedéssel teli élet, tehát ez jelentős szempont lehet azoknak, akik a nyugdíjemeléssel foglalkoznak. Említetted a betegségeknek a gyakoriságát, és itt a szív- és érrendszeri betegségeknél említetted, hogy a halálokok között ez vezet. Ez következhet abból, hogy egy nagyobb stresszbe élünk, nagyobb feszültségbe élünk, vagy ez az életmódból következik? Igen, hát itt megint nemzetközi összehasonlításban nézzük, Magyarország arányaiban a legnagyobb, azok közé tartozik, ahol a legmagasabb arányban van a kardiális és szívelektelegség. Ez ugye magas vérnyomás, szívinfarktus, érelmeszesedés, van viszereknek a betegsége, és ezzel kapcsolatban még annyit visszatérve, hogy ha kitúljuk a nyugdíjas határt, betegeket viszünk tovább. Tehát azzal nem fogunk sokat érni, azok kórházba fognak menni, orvoshoz kell, hogy járjanak, stb. Na most a helyzet az, hogy itt ez talán azért van, mert egyszerűen az egészségügyi felvilágosítás hiányzik, oktatásban már egyszerűen hiába könyörgünk, kérjük, hogy középiskoláktól kezdve az egészségügyi oktatás legyen hivatalos tanterv, melyikben ugye ezekről mind lehetne beszélni, és hogy lehetne megelőzni az öregedést. A másik pedig a teljes szomorú egészségügyi ellátás. Hát ezt valamennyien tapasztaljuk. Hónapokat várni egy daganatos betegnek egy vizsgálatra? Hát addig meghal. Kardiológiailag is. Ilyen más országokban nincs nagyon. Legfeljebb egy-két nap vagy valami hasonló. Ez pedig a hibás, rosszul szervezett, nem támogatott egészségügyi rendszernek a bűne. Ez nagyon súlyos bűn, és a helyzet az, hogy hiába mondja az akadémia, hiába írjuk le, akár sajtókba, akárhol, ez farhány borsó gyakorlatilag. Igen, és ha valaki azt tapasztalja, hogy egy vizsgálathoz 2-3 hónapot is kell várni, miközben tudjuk, hogy közben is romlik az állapota, akkor hát a szándéka is elfogy arra, hogy elmenjen, mert kezd bele nyugodni abba, ami aztán ugye olyan súlyossá válhat már az eset, hogy már orvosi beavatkozás is vagy csak nagyon drága műtétekkel, vagy beavatkozással, vagy hát szinte már reménytelen helyzetbe kerül. És igen, itt van előttem, amit te már mondtál, hogy az összlakossághoz képest a roma lakosságnál ez hatványozottabban jelenkezik, ez a kevésbé fontos, nem törődöm vele, majd megoldódik, és ezt erősíti, hogy nincs fogadókészség az egészségügybe se ahhoz, hogy becsalja, és vizsgálatokat, szűrőprogramokat, szinte a szűrőprogramok mindegyike leállt, vagy minimálisra lecsökkent. Ugye én gyerekkoromban is még tüdőszűrő programok voltak, fogászati szűrő programok voltak, amelyekről én ma már nem hallok, és gondolom, hogy még egyéb szűrő programok is szükségesek lennének. És talán még ennyit a szabad közbevágnom, hogy
maga a kórházi vagy szakrendelői környezet, az órákig való várakozás, hely nélkül, földre fekszenek, stb. Ez iszonyatosan nyomasztó lakhat, ami azt jelzi, hogy lélektanilag is sokat ront azon az állapoton, hogy mégiscsak egészségesebbek maradjanak az idős emberek. Hát én szurkolok annak, hogy az akadémiai tudás az utat találjon az állami igazgatás felé, és hát amit most felvázoltál, professzor úr, az a szomorú kép megváltozzon, és most tartanánk egy rövid kis szünetet, és a hátrálevő időben, amikor majd visszajönnek ismét a rádió hallgatói, és akkor már optimistább a megoldásokat fogunk javasolni. A professzor úrnak erre is nagyon jó tapasztalatai vannak, és ezeket fogja ajánlani. Úgyhogy most ígyunk néhány kortyot, és várjuk Önöket pár perc múlva ismét a rádiónál. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Itt vagyunk az Oltalom rádióban. Beszélgetésünk témája az idősödés és az idősödés folyamatainak lassításával kapcsolatosan. Egy kiváló vendéget találtunk, aki ebbe nagyon sok jó tanácsot tud adni, professzor Petrányi Győző úr, akit hát ezúttal is köszöntök, és az első részében a beszélgetésnek hát leírtuk azt a komor képet, amely kialakult az idősek körében, és azt a sajnálatos dolgot és helyzetet, hogy az állami igazgatás nehezen mozdul rá, és sajnos sok esetben magára hagyja az időseket ebbe a folyamatba. De professzor úrnak a óriási tapasztalatai, azok átsegítenek ezen a tehetetlenségen, és arról fogunk most beszélgetni, hogy mi magunk miket tudnánk csinálni, hogy akár az öregedés rizikófaktorait csökkentenénk, és hogy utána pedig hát milyen aktív magatartással lehetne itt boldog, hosszú életet elélnünk. Hát akkor nézzük először, hogy milyen rizikófaktorok vannak, és ezeket majd hogyan lehetne csökkenteni. Bevezetésképpen azért azt el kell, hogy mondjam, hogy az öregedési folyamat az egy természetes biológiai eseménye minden élő szervezetnek, amely azt jelenti, hogy azok az életfolyamatok, amelyek ugye föntartották a fiatal, egészséges életfolyamatokat, és testi erőt, lelki, szellemi erőt, ezek lassan elkezdenek elfogyni, lassulni, és kikopni. Hát egy picit olyan, mint ugye egy fa szépen fölnő, levelet hajt, gyümölcsöt hajt, de a végén ősszel a folyadék kezd kifogyni, és a levelek lehullanak. Na most ennek az idősödésnek a folyamatától, tehát nem szabad félni tőle, ez természetesnek kell fölfogni, és ahhoz alkalmazkodnunk kell mindenképpen. Ennek az öregedési folyamatnak a 40%-a az az életkörülményektől függ. Az szabályozza meg minden saját magunkkal kapcsolatban is, és ahogy élünk. 20% a genetika, hát ezen nem tudunk mit segíteni, de végül is azért ez kevesebb, és ugyancsak úgy 20%-a az 15-20% a környezeti hatás, hol élünk, magas egy nehéz körülmények között, és hát 15-20% egészségügy. Tehát, hogy itt látjuk azt, hogy azért a legfontosabb a saját életvitel, és mondjuk az egészségügy az, amiben tudunk valamit segíteni, vagy legalábbis kell segítenünk. Na most ezeknél a öregedési folyamatoknál a szöveteknek és a sejteknek elfáradása, kimerülése jön, ami azt jelenti, hogy kevesebb tápot kezdenek kapni, sok minden miatt, főleg olyan hormonális egyensúly változások indulnak meg,
amelyek befolyásolnak minden élet folyamatot, emésztést, gondolkozást, stb. Másrészt pedig hát azok a tényezők, amelyek szintén hatnak, azokra tudunk azért valamilyen módon hatni, hát itt valamennyien tapasztaljuk, hogy ez az elfáradás többek között például szöveteken, izom, bőr, ugye mennyire kiszárad, vízveszteség történik, az izomerő, teherbírás csökken. Azután nem is szólva az ízületeknek a rugalmasság csökkenés. Ugye hát ezért van az, hogy különböző ízületi betegségek előjönnek, de nem azért, mert beteg lenne egyébként, hanem azok az ízületek nem bírja, a terhelésük sokkal rosszabb lesz. Ennek következtében bizonytalanság lesz a járásban, stb. Na most akkor a csontokról nem is beszélve, amit valamennyien tudunk, ugye, hogy a öregedés egyik folyamata az oszteoporózis, ami azt jelenti, hogy könnyebben elesnek, eltörik a csont, comnyaktörések, stb. Na, hogyan tudjuk mi ezt befolyásolni? Tehát említetted, hogy körülbelül 20% azért tőlünk függ, most a körülmények az is némileg függhetnek tőlünk, de hát azt az adottnak tekintjük. Tehát melyek azok a mozgásban, társas kapcsolatokban, szellemi tevékenységben, illetve táplálkozásban, amelyek ezt befolyásolhatják, és lassíthatják az öregedést, és meghosszabbíthatják azt a kellemes létet, amit itt a Földön eltöltünk. Igen. Na most, amit nem tudunk csinálni, az többek között az oszteoporózissal kapcsolatban, mert az a nőknél már a menstruáció korától elkezd jönni, és ugye ők sokkal veszélyeztetettebb, mert az ösztrogén hormon felel a csontnak a fejlődésére, tesztoszteron is, csak hát a férfiak sokkal hosszabb ideig tudják fenntartani a tesztoszteront, de hát voltak olyan elképzelések, hogy tesztoszteronnal kell kezelni az embereket, és akkor megszűnik a öregedés. Nem. Itt az életmóddal kapcsolatban az első a mozgás. Ez egy olyan nagyon fontos dolog, hogy nálunk Magyarországon a nyugdíjas életkorban lévőknek a mozgása, rendszeres mozgása 4%. Ez egyszerűen semmi ahhoz képest, ahogy más nyugati országokban 10-15-20%. És ennek a mozgásnak persze folyamatosnak kellene lenni, nem megterhelőnek lenni. A WHO azt mondja, hogy hát évi, de napokra bontva 15 perc mozgás mindenképpen kellene, hogy legyen. Ez a mozgás nem ugyanaz, amit otthon a ház körül kicsit totyogulunk, kicsit mocorgunk, hanem ez egy kimondottan az izmokat felkészítő. Mindjárt ezt is azért mondom, mert ugye mi pedig azt mondjuk, hogy minden nap legalább 10-15 perc mozgás legyen. Most a kérdés az jó, hogy mi legyen ez a mozgás, ha az én életkörülményeim ugye teljesen kötöttek. Ha tudatosan csinálom a háztartási munkát, takarítást, mosást, vasalást, ápolást, unokázást, arról nem is szólva, hogy a beteg, ja igen, ápolást, már ez is annak számít, csak akkor ezt tudatosan, folyamatosan kell csinálni. A legegyszerűbb ugye a napi séta, ahol ugye azt mondjuk, hogy talán egy buszmegállóval hamarabb szálljunk le, egyet menjünk, az is 10-15 perc, gyaloglásokat számít, mindenképpen sétálás a parkokban, kirándulások, hát ezt látjuk ma, hogy egyre többen kezdenek futni, vagy mozogni ezekkel a Nordic Walking botokkal. Hát a kerékpározás, aki tud, az örüljön neki, az már azért nehezebben megy. Úszás nagyon jó, ha van arra lehetőség, és a körülmények azt teszik, és hát kertészkedés például, az egy vidéken, az egy nagyon fontos dolog. Tehát ezek azok a mozgások, amelyek mindenképpen fontosak.
lennének. Most, kedves hallgatók, reméljük, hogy ma, amikor a műsorunk véget ér, akkor megfogadják professzor úr tanácsát, és egy 15 perces mozgást, egy kicsi átmozgatás izmokra hát hozzájárulnak a saját egészségükhöz. Térjünk hát a következő aktivitási formára, ez a társas kapcsolatoknak a jelentőségére. Ez is végül is összefügg a mozgással, de azt a töbletet kapja, hogy lehetőleg mondjuk a mozgás, meg az öregedéssel kapcsolatos mindenféle tevékenység próbáljon társas lenni. Kapcsolatot próbáljon kialakítani az emberekkel, nem csak azért, hogy egymásra hassuk és biztassunk, hanem hogy azt a töbletet, hogy én, amikor idős vagyok, nem kell feltétlenül magányosnak lenni, depressziósnak lenni. Itt vannak a társaim, menjek a parkba, sakkozzunk. Vagy pedig hát unokázzak, vagy pedig kutyat sétáltassak. Tehát mindenképpen az is, hát vannak olyan közmunkák most már önkormányzatok részéről, menjünk szemetet szedni például. Tehát én, mint környezetvédő, ezt nagyon szeretem, és aktív vagyok, és akkor az az érzése annak a csoportnak, aki összegyűjtött valami szemetet, mozgott egy fél napot, annak van egy olyan jó érzése, hogy tett valamit ő ebben a korban. Nagyszerű, tehát a mozgás mellé már sok hívet szereztünk, most szereztünk híveket a társas kapcsolatnál. Hogyan lehet a szellemi frissességet fenntartani? Abban mit tudnál javasolni, professzor úr? Hát elsősorban nem szabad abba hagyni az olvasást. Hát ezt tudjuk, hogy látástól függ mindenképpen keresztrejtvény fejtése. Tehát vannak olyan, ugye, sajtótermékek is, ahol ilyen nagy kérdések, meg játékok vannak, hogy találjam meg ezt, hogy találjam meg azt. Tehát minden olyan logikai, nehézséget adó játékba benne kell, hogy maradjon az ember, és ugyanezt lehet párosan is csinálni. Aztán arról nem is szólva, hogy a memória frissítése. Tehát például az, hogy mert ugye a memória nagyon hamar, azt érezzük leginkább. De lefekvés előtt bontjuk be a szemünket, és gondoljuk át, hogy na, mit is csináltunk délelőtt? Mit is csináltunk tegnap, vagy tegnap előtt? És addig ne nyugodjunk, ameddig rá nem jövünk, vagy hogy mi. Ha nem, akkor ígyunk egy pohár vizet, tehát mindenképpen kontrolláljuk, és adott esetben nyugtassuk meg magunkat, hogy azért itt nem totál felejtettünk el mindent ilyen szempontból. És hát ha élettársunk van, akkor annak a segítségét, közreműködését mindenképpen próbáljuk ehhez vinni. Szerencsére az idősek körében vannak olyan tevékenységi körök, hogy ilyen tudást adnak idősek akadémia, vagy mindenki egyeteme, vagy netalántán verseket megtanulnak és egymásnak elmondanak. Ugye ezek visszaigazolják professzor úr szavait, hogy ne hagyjuk, hogy a memóriánk ellustuljon, hanem már tartsuk frissen. A következő, amitre kellene még itt nekünk javaslatot tenni, a táplálkozással kapcsolatosan. Ugye vettük, hogy fontos a mozgás, fontosak a társas kapcsolataik, fontosak a szellemi frissesség megőrzése. Hát milyen javaslatokat tudnál, és mire tudnád felhívni a figyelmet a táplálkozás terén? Igen, hát ez is az életkörülményekhez ugye tartozik, és hát Magyarországon a táplálkozás az nemzettudati ugye kincsünk ilyen formában, hát magyar népességnek a testsúlya messze sokkal nagyobb egy európai vagy bármilyen átlagnál. Nagyon szeretünk enni zsíros dolgokat, elhízunk. Az egyik legveszélyesebb az az egészségügyi állapot, az öregedésre, az elhízás. Ugye a cigányoknál például ugye ez majdnem genetikailag is megvan. Tehát ehhez kapcsolódóan
ugye elsősorban azt tudja az ember mondani, hogy próbáljon zsírszegény ételeket tenni, de ebben legyenek ugye a friss húsok benne, legyen benne hal, meg ilyesmi, azután nagyon sok tejtermék, úgyhogy a zsír szegénység nem azt jelenti, hogy azért fehérjét is hiányoljuk, az mindenképpen. Tehát talán a legfontosabb a zöldség és a vitamin. Na most ezt ma hiába mondjuk. Minden nap ugye rengeteg zöldséget kellene, gyümölcset fogyasztani, vitaminokat, stb. Hát szegény ember most, amikor az infláció van, ezt ugye nagyon nehezen tudja betartani, de ez az egyik legfontosabb többek között. Azután folyadék, nem szabad túl sok folyadékot inni, de mindenképpen azért tartani kell. Alkoholt nem szabad, teljesen természetesen dohányzást lehetőleg szintén csökkenteni kellene. Hát körülbelül ezek lennének azok, amelyek az étkezéssel kapcsolatban mondjuk fontosak. Én elnézést kérek azoktól a hallgatóktól, akik alacsony jövedelemmel rendelkezve hallották, hogy zsírszegény, tápláló, gyümölcs, sok-sok gyümölcsöt fogyasszon, meg zöldséget. Természetesen együttérzünk azokkal, akiknek ez nem adatik meg, de azért lehet keresni, és aztán voltak a professzor úrnak a vége felé olyan mondatai is, amelyek nem pénzfüggőek, amelyek az étkezésnél figyelembe vendő, illetve melyek azok a termékek, amelyeket tehát kerülni kell, itt én gondolok a alkoholfogyasztás vagy a dohányzás, amit azért nem a pénztől függ, illetve úgy fordíthatnám, hogy amit eddig a dohányzásra fordított, azzal inkább zöldséget, amit eddig alkoholra fordított, azt inkább gyümölcsökre fordítsa, és akkor talán a család háztartásának a pénzügyi oldala nem borul fel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek után azért térjünk arra is rá, hogy ha hogyan viszonyunk a olyan szűrővizsgálatokkal, amit mégiscsak találkozunk, vannak azért még szűrővizsgálatok, ha nem is toboroznak rá nagy számba, de hát milyen szűrővizsgálatot javasolsz, amit mondjuk évente célszerű lenne, ha elmenne és felkeresni az orvosát, és kérne egy valamiféle vizsgálatot. Melyek azok az, amelyek azért hozzáférhetőek, lehet, hogy a kicsit várni kell rá, de azért, hogyha feliratkozik, akkor ezek a szűrővizsgálatok azért megnyugtatják az embert. De most az öregedésnek a ugye visszafogása során említettük azt, hogy az egészségügy nagyon fontos nyugdíjas korban, vagy idősebb korban egy folyamatos egészségügyi kontroll és ellátás. Tehát nem szabad, most megint tekintsük el a körülményektől, mentesíteni magunkat. Ott van azért a körzeti orvos. Hát nagyon sokan nagyon jó kapcsolatban állnak a körzeti orvosra. Igen, havonta negyedévetnek kell kontrollt végezni az orvossal. Lehet, hogy a gyógyszerelés már nem olyan. Tehát azon kell valamifélét javítani, mert a rossz gyógyszerelés az megint sokkal nagyobb hibát jelent. Azután ő föl tudja a figyelmet hívni ugyanakkor arra is, hogy milyen elérhető vizsgálatok vannak, amelyekre mindenképpen menjen el. Hát többek között ilyen az ortopédia, kardiológia, és igen, ez a kardiológiai vizsgálatok, ortopédia, és van még a tüdőszűrőt is. Tüdőszűrés is. Nagyon mellkasátvilágítás. Ez is mindenképpen, hogy a plána daganatoknak a megakadályozásával. És hát itt a szűrés, főleg a cukor betegségre, mert az időskorban ugye növekszik annak az aránya, tehát azt mindenképpen kontrollálni kell, mert időben azért vissza lehet fogni, nem rossz indulatú a időskori cukorbetegség, és ennek megfelelően azért ezeket lehet
befolyásolni valamilyen formában. Az időbe felismert betegség gyógyításának valószínűleg nagyobb az esélye, mint amikor már akut lesz, vagy áttételes lesz. Igen, igen, és ebben a vonatkozásban, ha a daganatos betegségeket nézzük, akkor ugye a halálozások okán ma az egy olyan 25% a daganat betegségeké, de ezt megelőzően 30-40 évvel 60% volt. Tehát itt látszik, hogy történt egy relatív javulás, és ez már a korai diagnózisnak, a jobb gyógyszerellátásnak, a radio kemoterápiának köszönhető mindenképpen. És ugyanez vonatkozik a fertőzött betegségekre is. Ott is a kellő időben tudjuk diagnosztizálni a fertőző betegséget, akkor megvannak az antibiotikumok, amelyek ugye ezt elősegítik. Hát ezért lehetett azt 7%-os halálesetről 0,5%-ra esett le. Még akkor is, hogyha magas ez a százalék Magyarországon a fertőzéses halálesetek. No, akkor térjünk egy kicsit rá, hogy azokra a veszélyekre, amelyeken mondhatnánk úgy is, hogy a interneten keresztül leselkedik ránk, vagy pedig a pletyka szomszédasszonyoknak a hallottam és próbált ki te is szomszéd dolgokra. Ugye azt arra szeretnénk felhívni a figyelmet és a professzor úrnak a tapasztalatai tudását felhasznál arra, hogy hogyan viszonyuljunk az interneten szinte kikerülhetetlenül elénk táruló különböző csodagyógyszerekre, csoda megoldásokra, de talán távgyógyításokra. Ezt mondják, mondja a szomszédasszony, mondják a utcán a pletyizők. Tehát, hogy hogyan viszonyunk, hogyan tudjuk elkülöníteni azt, hogy ez komoly, ebbe érdemes belemenni, vagy pedig hát rögtön adjuk a megrendelést és utaljuk a pénzt. Igen, hát az internet az most rengeteget rontott ezen a helyzeten, hiszen ami megjelenik az interneten, nem kontrollálható. Bármiről legyen szó. Tehát mindent lehet mondani, mindent lehet leírni. Annak a cáfolata vagy nincsen, vagy nem is mondják, inkább megerősítés folyik, és ezek az interneten megjelenő javaslatok, ezek aztán a Facebookra átterjednek, és ugye a Facebook hálózaton ezek borzasztó gyorsasággal terjednek. És ott aztán végképp nincsen meg a kontroll, hogy ezt meg lehessen tudni, hogy ez jó vagy rossz. Hát mit lehet ilyen esetekben csinálni? És főleg hát, úgy, hogy ezek a közönségcsalogató és pénzkicsakaró internetek azt a látszatot keltik, hogy mindig doktor ilyen úr, doktor ilyen asszonynak az ajánlásával próbálják hitelesíteni, lehet, hogy nem is létező személyek ezek, de a végén mindig azzal, hogy és akkor most rendeljen, mert most kedvezményes árunkat. Igen, mit lehet csinálni? Ugye ez az egyik támpont, hogyha ilyen hirdetésnél, most mindegy, hogy név, vagy diagnózis, vagy terápia, azonnal ott van, hogy jöjjön hozzánk 40 000 forint, csak ma kettőt kap egyért. Ugye ezekkel nem is szabad egyáltalában foglalkozni, és hát csak azt tudja az ember javasolni, hogy mindenkinek azért van olyan barátja, ismerőse, aki az egészségügyel kapcsolatban áll. Hát azokkal kellene megbeszélni, hogy te, neked mi a véleményed erről, arról vagy amarról, és hát legutolsó sorban, tehát te nem elhinni, nem. Ez az első. És inkább mondjuk tényleg hinni azoknak a, mert vannak nagyon jó barátok, és azoknak vannak jó ötletei is, hogy így át szörpöt, vagy valami, de nem, és abban semmi rossz indulatúság nincs. Úgyhogy ez az egyik legkritikusabb valami, és hát az akadémián is, és az orvosi kamarában is nem egyszer a legsúlyosabb kritikát kapták ezek a mozgalmak, és egyszerűen nem tudjuk leállítani, mert a jog
nem követi azt, amit igényelne az egészségügy és annak az ellátása. Nincs büntetés erre. Igen, hát itt egy nagyon fontos mondatot mondta ki professzor úr, hogy elsőre nem elhinni, kontrolláljuk, ha máshol nem, akkor talán a házi orvosnál, aki meg fogja erősíteni, hogy ő pontosan tudja, mi a diagnózis, és hát vigyázzunk a pénztárcánkra, mert hogyha mi beugrunk az ilyen csábító ajánlatokra, azok átutaltunk, akkor onnan már nagyon nehéz visszaszerezni a pénzt. Én azt gondolom, hogy a professzor úr a saját életével is igazolta mindazokat, amelyeket most tanácsként adott, mert hát, mint mondottam, közel van a 90 évhez a professzor úr, és az a szellemi frissesség, amelyről most is tanúbizonyságot tett, és az a hitelesség, ami aztán nagyon magas állami kitüntetésekkel még az állam is elismert, tehát hogyha valakinek lehet hinni, akkor itt a professzor úr szavainak lehet hinni, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy hosszú és boldog élete legyen az embernek, akkor érdemes ezeket megfogadni. Azt szeretném még kérdezni, hogy professzor úr mostanában mivel foglalkozik a napi munkájában, tehát van-e még az, hogy publikáció, vagy akár az orvosi kamarának, az akadémiánál társaival összejön, és beszélgetnek a legújabb eseményekről? Igen, az akadémián ez a bizonyos bizottság, környezet és egészség nagyon komoly programokat szervez, többek között ebben a témában is. Mik a környezeti károsító hatások, remek jó előadókkal. Hát ez nagyon nagy szervezettséget igényel, hogy több száz embert, mert itt megint a cél az, hogy nem elég a kutatónak letenni az asztalra az eredményét, ha azt nem ismerteti meg, és annak a hasznát nem mondja el a társadalomnak és az embereknek. Tehát mondjuk ez az egyik dolog, hát a másik az akadémián meg vannak mindenféle diplomavédéseket, tehát mindig elnökséget vállalni, hozzászólni, stb. Stb. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte sok minden nap el kell, hogyha adjak valamit másnapra, és szelektálni kell, hogy mi a fontosabb, és mi az, ami... És azért még járkálnom is kell, és a túrázást csinálom minden héten, a nagy teljesítménytúrát, ez pedig. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt az utolsó mondattal szeretném zárni a beszélgetésünket, hogy nem elég, amit tudjuk, azt közkincsé is kell tenni, elmondani a szélesebb nyilvánosságnak, ehhez próbáltunk mi hozzájárulni az Oltalom Rádió segítségével, hogy a professzor úr tapasztalataiból, amit összetudtunk sűríteni ebbe az egy órába, azt most közkincsé tettük. Köszönöm a figyelmüket, és találkozunk jövő héten.